Először csak apró pontnak tűnt az égen az EL a légitársaság Boeing 747 Jumbo típusú repülőgépe, amely a nyári menetrendben rendszeres vendég lesz a Budapest Airport 2B terminálján. A Boeing 747 becenevén Jumbo Jet egyes vélemények szerint a legismertebb repülőgép a világon, az első szolgálatba állított széles törzsű utasszállító típus. A négy hajtóműves kétszintes felépítésű utasszállító három utasosztályon 416 főt képes akár 13 kilométeres interkontinentális távolságra elszállítani. A 2013. április 30-án kedden reggel 9:30-kor érkezett gép Izraelből jött, nyáron Budapest több járatot is fogad majd. Azért nagy esemény, mivel ilyen hatalmas repülőgép nem minden nap fordul elő Budapesten, menetrend szerint pedig egyáltalán nem közlekedett a elmúlt 10-20 évben, tudomásom szerint. A különleges első járatnak járt a szokásos úgynevezett vizes köszöntés. A kifutópályán két hatalmas vízsugár alatt gurult a kiszállási részhez a repülőgép. A közel 400 utas fokozott biztonsági intézkedések közepette lépett be a repülőtérre. Az izraeli turisták az izraeli nagykövet szerint azért választják Magyarországot pihenésük színhelyéül, mert szeretik az országot. Hozzátette, mindez nagy támogatása a magyar gazdaságnak. Izraelből több turista érkezik Magyarországra, mint ahány magyar turista érkezik Izraelbe. És nekem az a célom, hogy ezt megfordítsam. A nagykövet hangsúlyozta, a turizmus fellendítése a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak is jót tesz, ezért is várják országukba a magyarokat. Hozzátette, az izraeli turisták top 10 nyaralási célpontjában van Magyarország.